Üdv mindenkinek, itt vagyunk Gyál felsőn, ahogy ott látjátok, és most emiatt a gőzös miatt itt mögöttem jöttem ki, ami régebben a közlekedési múzeum mellett volt a Városligetben, és 3 évvel ezelőtt hozták ide, amikor ugye elkezdődött a ligetben a felújítás. Ja, és egyébként itt vagyunk mindig a Budapest-Lajos-Mizse vasútvonalon, és ott a háttérben pedig már jön egy vonat. Bizony, ez egy csörgő. Hol vagy? Ja, most van a gyári állomáson. Ha jól láttam, a 106-os csörgő, de majd közelebb jön és megnézzük. Hát most ilyenkor csak óránként megy vonat, úgyhogy ez most nem a legszerencsésebb időpont volt, csak azon máshol is videóztam ma. Úgyhogy most jutottam ide ki, de hát mégis péntek ma ráérünk. Úgyhogy most szépen akkor még levideózom azt is, amikor elmegy a vonat, aztán majd egy kicsit közelebbről megnézzük ezt a kiállított gőzöst. Meg ha már úgyis itt vagyok, bemutatom a vasútállomást is. De mindjárt ide érkezik a csörgő. Ez a múlt, és ez pedig a... Hát most mondhatnám, hogy a jelen, de ez is már egy 40 éves múlt, ez egy picit régebbi múlt. Na, ez csak, hogy van-e még idő lefutózni. És végre hagyományos kocsik, nem pedig posta BHV-k, ennek örülni kell. Igen, tehát itt van, hogy a közlekedési múzeum tulajdona. Amikor még Ligetben volt kiállítva, akkor nem jöttek ennyire, akkor még a felvászat jóval semmi nem volt kiírva. De... És akkor ugye a vonat ott van, arról jött. Ugye távolabban ugye egészen ugye a Kecskemétig tart ez a vonal, de igazából a menetet szerint személyforgalom így. Ezekkel csak Lajos-Mizséig van, ott át kell szállni. És naponta kétszer elmegy a BZ még Kecskemétig. És milyen szépet kormol a csörgő, mikor indul. Nyomj egy kövérebb kormot is tud az, hogyha megerőlteti magát, és akkor most elment a vonat. És akkor vissza a gőzöshöz. Szépen. Azt látszik, hogy egy gondját viseli, fel van újítva, rendesen újra van festve. Nézve. Megvan még a pályaszáma is. És itt van a másik oldala. Csak mondom, ennek annyi volt a története, hogy a vagonkocsma mellett volt kiállítva a közlekedési múzeum mellett, a Városliget szélén. És amikor indult a Liget Project, meg a közlekedési múzeumot is átalakítják, meg el is fog onnan költözni, akkor ugye ezt is, ahol egy videófelvételen nincsen, csak fényképeztem, mikor egy daluval vitték el. És ugye ez lett végül is az új helye. Egyébként ott volt a közlekedési múzeum épületének az oldalán ugye a 4-es nohabnak az oldrésze is, ami ugye hazakerült a polcára. Arról már ugye raktam fel videót, amikor a nohab találkozó volt a polcán, hogy az ott van, meg volt egy A2-es az épület tetején, az nem tudom mi lett. De valószínűleg az meg a repülőmúzeumba került. Ez kiállított darab volt a közlekedési múzeum mellett, és ugye nem váltott műszakot, mert most is kiállított darab, csak most már ugye elkerült ide egy felsőre. Igazából ez nem is állomás, csak egy megállóhely, mert vágánykapcsolat nincsen. De majd mindjárt kicsit jobban szétnézünk. Ugye most egy darabig vonat nem fog jönni. Hát itt van maga a vágány. Ott a háttérben látszik az állomás épület, ugye itt vannak a sinek. Ugye Kőbánya Kispestig, de egyébként a vonatok a Nyugatiig járnak. Akkor mindjárt megnézzük az utcafrontját az állomás épületnek. És akkor itt vagyunk a másik oldalán az épületnek. Hát igazából ez lenne, hogy az újbont utcafront, ami nem a vágányok felől van, viszont itt nincs semmi. Itt van egy földút.
ez valami autókereskedésnek a telephelye, vagy inkább egy ronstelep, így jobban megnézve. És akkor ez maga az állomás épület, egyébként szépen fel van újítva, kinéz valahogy is. Ott a háttérben még látni a régi mávszabványú kőkerítéseket is. És ami viszont nagyon jó ötlet, és nagyon kevés állomásom van, ez, hát ugye ez a B+L parkoló, vagy hát jobban mondva egy fedett bicikli tároló. És ki is néz valahogy, nem csak az a hagyományos, az a bodagát lebaszunk ide középre, aztán lesz-e. Úgyhogy ez egy jó ötlet, meg, és illik is az állomás mellé. Úgyhogy ez így jó. És akkor, ja, hát ugye itt mutattam ezt a részt, itt nincs esetleg, még azt a kőkerítést megnézem közelebbről. Ez lehetett úgy mondom a régi állomás területe. Még a szabványos mávkerítéssel. És ugye ott is folytatódik. Az viszont szerintem egy szolgálati lakás. Volt, vagy még most is az. Ugye itt van egy földút, ami gyakorlatilag eddig vezet, és itt van vége. És ez is egy ilyen szabványos mávépület, de szerintem ez inkább csak egy raktár. Vagy lehet, hogy ez régen egy bakterház volt. Mert most ennyi látszik belőle. Megpróbálok a fényképet is csinálni, de úgy látom, hogy nem lakott. És a hátsó része az állomásnak itt van. Hát ennyi, de lehet oda belátni. És akkor ma mindjárt megnézem a másik oldalát is. Itt az épület oldalán van egy gyáli zászló, meg egy bagyol zászló. Itt van egy helyiség, ahol nincs semmi. Szóval szolgálati helyiség lehet. Lehet, hogy itt van a vízbel, de kint van behajtani tilos, vagy belépni tilos tábla. És akkor azt mondja, hogy ezt nézzük még meg. Hagyományos tájékoztatón azt mondja, hogy most mennyi van? Most 16-4-e szerintem az volt az a vonat, ami már elment. És akkor igen, egy óra múlva fog jönni a következő. Hát azt már nem várjuk meg. Hát igen, itt meg ennyi látszik, és egyébként van váróterem, úgy látom, meg WC is. Nem, mert mit csinálok egy pár képet innen az utcafrontról. Közben van váróterem, ami rendesen egy gomnyomásra nyíló ajtóval van, és WC is van. Elég kultúrált. Hát, ugye lehetőségekhez mérten, de legalább van, és ingyenes. Az is valami, hogy ingyenes a WC. Igen, látjátok, van mozgássérült WC is. Hát ez valami szélpár, és egyébként ez a váróterem. Az is pozitívum, hogy van fedett váróterem, meg fűtött. Én az pedig csak egy flac. Ez ilyen külső rész. De itt is vannak padok, kultúráltan lehet a vonatot várni, vannak itt képek is. Na, ezeket még megnézem. Közben egyébként vannak kint, úgyhogy nem nagyon fotózok tovább, mert már szóvá tették, hogy miért fotózok. Úgyhogy mondom, hogy az állomás épület, akkor nem fotózom, csak így ezt a részét, de itt van rendesen utazási információ, kint van a vasúti térkép is. Sőt, van egy ilyen áttekintő térképe is a felsőnek. Shop, az már az állomáson van, hanem tovább. Ha elindulok a sineken tovább, akkor hát szerintem Pesszentin a felső, és simán el tudok sétálni, mire itt vonat fog jönni. Vagy megvárom a következő buszt. Aha, van itt egy állomási rend is. Nem semmi. Ja, és, van, ja, és be is van kamerázva ez a váróterem, ami egyébként nagyon helyes, ott van egy kamera. Meg vannak itt szép, meg vannak itt ilyen kiállított dolgok, és ezt majd lefotózom, aztán majd olvasom otthon. Állomás történetéről, a városközpontról is vannak itt ilyen táblák. És egyébként nagyon helyes, hogy be van kamerázva a váróterem, mert így legalább nincs szétverve, szép tiszta, nem loptak el még semmit. Egy minden ilyen felújítás után ezt kötelezővel is kéne tenni, hogy kamerát oszlopni kell, mert
mert ha nincsen, akkor ott kőködelem rá egy idő után. És nagyon sok példát lehet erre felhozni, hogy pont ezt spórolták ki. Mert egy több milliós tétel egy ilyenre megcsinálni egy vállótermet, meg egy állomást felújítani. Ahhoz képest az, hogy néhány tízezer forintért kirakunk egy pár kamerát per darab, az semmi. És igazából nagyon is megéri, hogyha emiatt nem vedik szét az állomást. Meg emiatt olyan marad, amilyen. Ezt kötelezővé kéne tenni. Na jó, hát akkor egyből ennyi, majd még jelentkezem. Hát akkor itt vagyunk megint az állomáson, és itt van teljesen az állomás. Elvileg fél óra múlva jönni fog egy vonat, azzal majd elmegyek. Ott a gőzös még mindig. És ott volt a várótelem, amit már mutattam. És itt van ez a... És itt ugyan ki van írva, az is még a magánterület. 16 per B, meg hogy vigyázzak, hogy a harap. Úgyhogy most már mindjárt megnézem a menetrendet, hogy menjek el egy 55-össel, vagy várjam meg a vonatot. Igazából mindegy, csak ugye a vonatra innen gyártól már kéne venni jegyet, mert csak percentimreig érvényes a BKV bérlet, viszont busszal meg eddig ki lehet jönni bérlet nélkül, vagyis hát külön jegy nélkül, mert hogy a buszra az 55-ösre meg eddig érvényes, tehát eddig kijöhetsz bérlettel. Anélkül, hogy külön jegyet kéne venni. És enged itt van ez a kis ház itt mellette. És ott is van egy kis kőkerítés, van ott egy kis kút is mellette, vagy egy villező. Szép. És közben elkezdett sötétedni. Úgyhogy ez még. Nézzük. És akkor még ezt megmutatom, itt van a peron vége. És szerintem akkor elindul a gyalog, mert szerintem még mire az a vonat idejér, én még Pesszentimre vasútállomásig is el tudok menni. Elkörülbelül egy olyan 2 kilométer. Vagy a következő megállóba felszállok a buszra. Az is hamarosan jön. Ja, itt van mellettünk egy Penny. Ezt jelölte egyébként a tájékoztató tábla a megállóhelyen. Itt a másik oldalán is van egy vasúti átkelő, fénysodonkóval. Szerintem mindjárt ránézek a vonatról, hogy hány kilométert kell még venni. Vagy a következő szervény számot, de egyébként, hogyha kicsit jobban elnézünk a sinek mentén, az ott már gyárnak a bejárati jelzője bizonyán. Meg a 156-nál van egy átjáró. De az ott már gyár bejárati jelzője, úgyhogy ennyi. Vagy gyár, hülye vagyok, közé Pesszent. Pesszent Imre vasútállomás bejárati jelzőjénél vagyunk. Úgyhogy innen már tényleg nincs messze. Úgyhogy hát... Akkor sziasztok, ennyi volt. Itt van mögöttem az állomás, és ennyi volt ez a képbemutató videó. Megnéztük a gőzöst, amiért jöttünk. Egy egész jó körbe tudtam járni magát a gyárfelsői vasútállomást is. Ami egyébként megállóhely. Úgyhogy akkor ennyi volt, akkor sziasztok, majd találkozunk a következő videóban.